Érdekes amerikai felmérések élsport és magánélet összefüggéseiről állítólag mióta az NBA kosarasok a Tinder nevű társkeresőn randiznak bulizás helyett nőtt a csapatok idegenbeli teljesítménye, viszont a celeb kapcsolatok nem tesznek jót a sport teljesítményeknek. Hevesi Krisztina, szakpszichológus a vendégünk. Szia, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Lionel Messi két gyerekkel nyáron veszi el tíz éve, ugye még Rozárióban, Argentinában megismert barátnőjét, élettársát. Jó tehete az idei halványabb barszás év után karrierének egy fényes lagzi, és a házasság maga. Én azt hiszem, hogy nagyon celebje válogatja, úgymond. Mert nézzük meg, hogy ott van például Shakira, vagy akár, hogyha a bekeméket nézzük. Tehát nem rontott a teljesítményen bekemházas páron az, hogy celeb a feleség. Viszont a másik oldalról, ugye, amit ilyen kárdisien effektusnak nevezünk, hogy, hogy van, amikor aztán utána szökik föl a sportoló teljesítménye, hogyha sikerült úgymond túladni a celeb barátnőjén. Tehát és aki nyilván... megy a következő, az lerontani a teljesítményt, <laughs> igaz? Igen, itt nyilván több dologról van szó. Tehát egyrészt az most ez, hogyha egy kicsit csúnyán fogalmazunk meg, hogy mit nevezünk celebnek. Tehát azt, hogy tényleg valaki a teljesítménye révén, vagy például, tehát pont itt Kárd is ilyen, aki, aki kimondottan a botrányai definiálnak, és akkor nyilván nem tud meg, nem is hajlandó megváltozni. Most ilyen szempontból akkor, hogyha a sportolónak is kénytelen ezzel felvennie a tempót, és egy, egy úgymond kicsit ilyen botrány életet élni, és állandóan túlzottan is a figyelem fókuszába lenni így az újságok szempontjából, az nyilván nagy, nagy mértékben eltereli a figyelmét azért a fő csapás irányról, tehát az hát az sportról. neki mégiscsak a sport lenne. Na most messziék persze ez egy tiszta ügy, hiszen ugye egy stabil párkapcsolatra Igen. most csak pecsét kerül, ezt csak poénként mondtam, viszont általában egy fiatal, és most maradjunk top focista Igen. számára a gyerek és a házasság az jobb esélyt ad a kiegyensúlyozott teljesítményre, mint ez a fantabuli haverok heti három lány. Szóval van itt direkt összefüggés, szerinted? Általánosságban igen, mert azért egy biztos háttérország. Azért ne felejtsük el, hogy a sportoló esetében azért ott nagyon nagy, tehát mi csak a csillogást és a teljesítményt és a nyilatkozatokat látjuk, de ott azért nagyon mély háttérküzdelem van egy-egy mélypont esetén, amikor nem jön úgy a teljesítmény, mert nem létezik olyan ember és természetesen sportoló Se, aki mindig a befektetett energiát minden pont úgy jön ki ott is ugyanúgy vannak, és igen, ilyenkor kiváltképp fontos. Nyilván, az megint egy másik tény, hogy azért a gyerekszületés után, hogyha azt nagyon meg kell szervezni, hogy azért a sportoló tudjon aludni. Tehát, hogy közvetlenül a baba után, hogy hogy azért az ő alvás idejéből ne vegyen el. De általánosságban azért azt mondjuk, hogy egy állandó kapcsolat, stabil kapcsolat segít azért ezeket a számok mérkőpontokat. Igen, igen. Mert ugye, ha már messzi, akkor itt van ellen példaként mondhatjuk a gyerekét partner partnernél külnevelő elvileg nőfaló Cristiano Ronaldo, mert persze a legendák, mert, hogy, mert vannak a legendák, azért ő egy nagyon fegyelmezett sportember, és közben van egy történet, hogy jön-megy, és akkor állandóan váltogatja a nőket, de ő, őt hova sorolhatjuk, ő a kivétel, aki a szabályt próbára teszi? Azért neki is vannak egyébként hullámai azért, tehát hogy őnek is, őnél is látszik, hogy azért nem mindig tud annyira a topon lenni, és nagyon változó az, hogy, hogy éppen nagyon kijön minden, vagy pedig éppen ugye vannak, vannak mélypontok igazából azt gondolom, hogy téren nehéz azért őt, mert, mert ő neki azért van egy nagyon nagy ilyen csillámpor körülötte. És az, hogy képen az aktuális barátnője, azt gondolom, hogy ő azért nagyon benne van ebben a tudatos karrierépítésben, aminek része az, hogy éppen ki az az, az aktuális oldalborda. Tehát nézzük meg, ahogy például Bekemnek, bizonyos szempontból jót tett, mert olyan a személyisége, hogy élvezte ezt a fajta csillogást, és ez inkább fajta plusz tüzelőanyagot. Hát igen, meg egy neki. is kapott egy, egy menedzser parancsnokot ugyanakkor, mert egy... Igen. Tehát ott azért egy minimum egyenrangú kapcsolat látszott kibontakozni. Így van, és egyébként érdekes, hogy kinek, tehát hogy kinek a nyugalomra van szüksége. Ugye sportnál nagyon igaz ez az optimális izgalom, optimális erőzel éberségnek a szintje, hogy ki az, akinek inkább csillapítani kell rajta egy kicsit, hogy ne legyen szorongó, és ki az, akinek pont az, hogy, hogy egyfajta tüzelőanyagot kell adni. És itt De jönnek be. Függő, nem? Így tehát van, ez, 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 nem olyan, és... hogy éppen mire nevelem magamat. Van. És uh -huh. itt jön képbe ugyanakkor tehát ezek az ilyen párkereső applikációk. Amire most át is térünk, ami az egyik alaphírünk volt, hogy egyszerűen ezek az applikációk ugye megváltoztatják a, a partnerkeresést. Azért régen ők a buli, és akkor majd ott a, a, felcsípünk valakit. Na de hát most ezek szerint örülhetnek az, az edzők, nem? Hogy a, a pizza után a lányok is házhoz jönnek. <síns> Igen, és ez az, ami, amiért én ezt mondtam, hogy ugye ez egy olyan topiknak a része, hogy ez a sport és szex, ahol még régebben voltak kutatások, és nagyon tetszett az egyik baseball edzőnek a, a kijelentése, hogy a profi baseball játékosnak nem az árt, hogyha az egész éjszakát egy nővel tölti, hanem hogyha az egész éjszakát nők utáni rohangálással tölti. Tehát ilyen szempontból ez a fajta ö, alkalmazás vitathatatlan. Tehát ebben az esetben jelent. a baseball Igen. edző szempontjából ö, az este nem a küzdés maga, hanem az, hogy minél <laughs> hamarabb célba Igen. Igen. És ugyanígy egy másik kutatás kimutatta, ugyan, amikor megkérdőjelezték, hogy most mennyire árt az előző észak a sportolónak, hogy nem az árt, hanem a velejáró körítés. Tehát az éjszakázás, az italozás az egyértelműen a teljesítmény rovására megy. És pont akkor végeztem egy ilyen, csak én interjús felmérést, és nagyon érdekes, és ezért mondom a személyiség szerepét. Hogy volt például olyan sportoló, aki kimondottan azt mondta, hogy neki azért nem jó mérkőzés előtt, mert akkor olyan tompább lesz, hogy nem tudják őt inspirálni, tüzelni azok a fürkésző szempárok. Ugye akiket azért, tehát ugye, hogyha egy egy mérkőzés, általában csapatsportok esetében, azért a lányok a, a, jönnek a lelátóra. És hogy jó akkor világos, hogy nem... kiküldik a jó lakot oroszlát, <laughs> <tőle>? az... <laughs> Pont, hajszá, pontosan Lefesszik ez. Aludni. Tehát, hogy valahol ezt is jelentheti ilyen szempontból, hogy azért ne felejtsük el, hogy ezeknél az alkalmazásoknál azért megvannak a különböző lokalizációk. Tehát megérkezem, és már is akkor elkezdem ezt a fajta plusz izgalmi szintet emelni, hogy kik azok, akik kijönnek. Tehát megvan már ez a fajta tüzelőanyag, csillámpor, hogy ez a, és látva lássanak. Azért ne felejtsük el, hogy a sportolónál mennyire fontos ez a tetszeni akarás is. Nem véletlen akkor a büntetés, mondjuk egy ilyen e, zárt kapus mérkőzés. És hát az azért ne felejtsük igen, el, hogy ó. ugyanígy, szóval, hogy mennyire szükség van a másik nemnek, így a, a csillogás, hatására, hogy már a gésáknak is ez volt a lényege, hogy jelen legyenek a nők a férfiak társaságában, hogy jobban csillogjon az elme és jobban jöjjön a teljesítmény. Tehát ez ez a szempont is fontos. Na most ugyanakkor persze az internetes virtuális valóság, az idősporolás, meg persze az edző örül, meg benne van ez a lustaság is, de hát ugyanakkor egy ilyen eléggé lelketlen célra törő ügylet, ha azt nézzük. Viszont a sportoló az ilyen értelme a monotonitáshoz szokott, mármint a munkájában egy csomó helyzetben. el kell végeznie, dolgozni kell keményen. Ehhez, ehhez illik ez a fajta játszadozás? Ez valahol egy kicsit, a, nagyon, ezért tud kialakulni függőség, amit már vizsgálunk, mert valahol még a szerencsejátéknál is sokkal többet ad, tehát nem csak a négy cseresznyét adja, hanem tehát nem azt, azt az izgalmi szintet, hát, hanem plusz még azt, hogy Két én tetszem. Is, Tehát azt, hogy én tetszem. Valahol minden meccs egyfajta önbizalom erősítés, és, és ne felejtsük el, hogy ez egy olyan rögtön visszajelzést ad a sportoló számára a népszerűségéről, ami kimondottan pozitív, megerősítést ad, és hát ráadásul a másik nem részéről A világos, nem olyan, mint amikor még Szibériából írtam a levelet Lénának, és akkor <laughs> négy hét múlva jött a válasz. Így van, így Ugye? van. Visszatérve a celebb barátnők rossz hatása a sportolók teljesítményére. E, hát ugye az ismert barátnő az azt jelenti, hogy a másiknak is van karrierje, ismertsége, vagyis ilyen értemben nem alárendeltje a híres sportnak, nem a fürtökben lógó lányok egyike, hanem valaki ő is, adott esetben még konkurál a hírneve a sportolóival. E, ez, 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 ez túlságosan megosztja a figyelmet, vagy, ahogy te mondtad, egy hatékony párossá is tudja tenni. Mi múlik, hogy mi lesz ebből? Igen, ez is nagyon egyénfüggő. Tehát azt, hogy a sportolónak függ a barátnő személyétől is, tehát hogy ilyen szempontból egyfajta plusz tüzelő anyagot ad. Tehát növeli a sportoló nimbuszát, és azt mondja, hogy én, én, milyen értékes vagyok, hogy ezt, a, ezt az embert birtokolhatom. mondom nekem, talán itt csak irányéki a legpozitívabb példa. Még viszont a másik oldalról, amikor, amikor azt jelenti, hogy, hogy tényleg konkurálunk egymással, ez valahol arra a, a kicsit ilyen társadalmi sztereotípiára erősít, mint amikor, hogy mi a jobb, hogyha a feleség karrierje fényesebb, vagy hogyha a férfi, hogyha a nő keres többet, vagy nem. Tehát általában azért az nem teszi jót a sportolónak, hogyha, hogyha azt látja, hogy, hogy a, szinte a felesége révén azonosítják. Tehát, hogy elveszíti a saját hírnevét, mert ismertebb a feleség, akkor az azért nem szokta megdobni az önbizalmát, hogyha hirtelen mondjuk a bekem átment volna teljes mértékig bekemnébe, tehát hogy úgy mondom, hogy a, a felesége, vagy a, a, voltak is persze erre irányuló poénok, szerintem biztos, hogy a másik csapatnak a játékosai keltették pont azért kihasználva ezt a hatást, hogy ne azt érezze, hogy az ő teljesítménye, hanem azt, mintha a férfi válna csak egyfajta bordává. Uh... Azt is érdemes megnézni, hogy milyen veszélyeket rejt a sportolón arra nézve, hogyha nem egy határozott egyéniség vagy nem egy szerelmi kapcsolat ö, pikékre utaltál, az tényleg ö, ki, ö, kitűnően működik, mert ö, a nyilvánosság előtt éppen csak annyi van, amennyinek Igen. kell lenni, amúgy meg ők tök jól el vannak, láthatóan. Szóval, de mi van, hogyha van, -e, és nagyon sok kívülről vezérelt bizonytalan személyiség van, aki egyszerűen csak követni akarja a mintákat sportoló, hát akkor hát ugye, és akkor így a celeblepkék szállnak egyik virágról a másikra. Minthogy... Hát, hogy nekem is ilyen lány kell, mert hogy ez a minta meg a legjobb futbolistáknak, mind akkor celebb a barátnőjük, akkor nekem is ő kell. Szóval, hogy ez, ennek milyen pusztító mintázata is lehet. Igen, vitathatatlan azért, a csapaton belül erre, erre vonatkozóan is szokott lenni egyfajta versengés, és mondom, hogy itt azért nagyon fontos a celeb személyisége, az, hogy mibe viszi őbe. Tehát, hogy ő is egy tudatos, el, eltökélt és karrierépítő valaki, vagy pedig aki szinte csak a partik, és szinte csak a, a csillogás, és a, a hát sokszor olyan káros anyagok használata, ami a sportolónak nem tesz jót, tehát, hogy olyan irányba viszi inkább el. Tehát ez, ez a ami nagyon-nagyon fontos. Ezért mondtam pont itt azért a kétesírjukád is ilyen, bár igazodt azért a, a gyerekeknek az érkezése valamennyit visszafogott a személyiségéből, de láthattuk, hogy azért olyan sokat nem tudott. Tiszta, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Nagyon szépen köszönöm.